igazán hangulatos világjárás után fogadják szeretettel a kórustagok meglepetését, amelyet szeretett karmadeinknak ajánlanak. És ez olyan titokzat és meglepetés, hogy erről többet én sem mondhatok. Legfeljebb annyi, hogy megkérem Jostrát és Terilácsit, hogy foglaljanak kicsit helyet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és azt nem tudom, hogy
már hetente kétszer-háromszor próbálunk, hogy mikor próbáltak, nem aludtak éjjel, valamit. Ezt most nagyon szépen köszönöm. Tisztelt közönség, engedjék meg, hogy én is a kórus nevében egy néhány mondat erejéig köszönetet mondjak a Ferinek és Pirosnak. Az én 40 év, az akárhogy is veszünk, bármivel egy igen hosszú idő, és ők kitartottak mellettük, gondolom időnként sokat bosszankodtak, miért jelöltek. Azért a próbák azok nem így zajlanak, ahogy most önök hallották, hogy először azzal kínlódunk, hogy valahogy a melódia jöjjön össze. Lesünk egymásra, egy idő múlva, aztán nagy nehezen összeül. Utána próbáljuk egy kicsit a harmóniát is összecsengetni, mert ugye egy mű vagy egy éneket akkor igazán szép, ha melódia is rendben van, és harmónia is van. Most mire odáig eljutunk, hát azt nem mondom, hogy tömbeli a zongorát, de időnként ugyancsak ideges és mérges a Feri. Aztán amikor úgy meg van elégedve velünk, akkor annyit mond, hogy na, és ezzel nem van építés. Félretéve a viccet. Még egyszer a kórus nevében hálás szívvel köszönjük azt a munkát, amit ebben az egész munkában dolgozott belefektetett, hogy így együtt tartotta ezt a közösséget, mert énekelni, hogy miért jó, miért szép, én nem tudom megmondani, én minden esetre élvezem, és egy felgeteges érzés, amikor fönt a színpadon az ember körülnéz, és ilyen nagy számmal, ilyen szép számmal tisztelnek bennünket meg, és tapsa jutalmazzák a produkciónkat. Én arra kérem önöket, hogy még egyszer tapsoljuk meg a Ferit és Piroskát, mert Isten igazából ők érdemlik meg ezt. Köszönöm szépen! Mindenkit szeretettel vár vissza az énekel.
talán éppen ma. Újra és felébred bennünk a vágy, hogy bárnyomozók készítették őket a támadásra, család, munkahelyen foglalkozás, betegség. Talán éppen ma ébred fel bennünk a vágy, egyszer talán még visszatérjenek. Hiszen ők még ma is érzik, amit már tudta így fogalmaznak. Örömmel fölöldönesen nem is tudom más mi lehet, mint amit az ének szerez, képességes, szegzetes. Hol társas ének szól, ott ahhoz kedvet már jó napot. Viszály, kétség, gyűlölet, harag és kín onnét mehet. Tukarság, gond és egyéb teher, s a bánat onnan rajban ötven el. Hát ha ilyen rossz kedvűtő, bánatot elekedgető kedvekre vágtok, itt a lehetőség. Addig is a régi szép időkre emlékezve, csendüljön most fel, Wilhelm Weizmann kedves, a csodás zenei hagyományokkal rendelkező Westerwaldból származó dalat, estén, Mester Amhoen Himmel. Két csillag világít a magaségen, fényesebben világítanak a holdnál, vajon mit gondol a szép kedvesem arról, hogy ilyen távol vagyok tőle. Szívesen elmennénk hozzá, ha az út nem lenne olyan hosszú, arra, hogy ez is drága kövek. Szépséges kedvesem, ugye az enyém vagy. Vezényel, mint réges-réged, ma is páratlan szakértelemmel, odaadással és szeretettel. Nagyon kedves.
következő percekben az emberi hangok felcsendülése okozta érzések után igazi zenei csemege következik. Fogadják szeretettel a Krisztán kívánni fúgol zenekar műsorát. Utazunk ma már a kórus segítségével a szülőféle nyelveken előadó dalok szárnyán a környező országokban. Most pedig, mint egy mondás mondja, a zene csodálatos utazás, amely a szürke valóból a képzelet érdekeltjébe vezet. Most ez a zene segít hozzá, hogy még ebben az ízenkeltbe is lesz alkalmunk eljutni. A következő három zenei műsorszám, illetve tehetséges, sikeres zenészeink segítségével, ezzel is köszöntve a Júliáló énektől. Az első szám Siegfried Brunner szerzeménye, Wir grüßen die Musik, zenével köszöntünk. Mi mással is gratulálunk a fúgó zenekar. Thank you.
Grüß Gott, meine Damen und Herren. Technische Probleme lassen mich zu einer Schwerarbeit verleiten. Im Namen des Landesrates der Ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen möchte ich Ihnen die lieben Grüße unseres neuen Vorsitzenden, Herrn László Geis, überbringen. Ich hätte heute eigentlich etwas anderes gesagt. Aber nachdem diese Stimmen, diese engelsgleichen Stimmen, wenn ich das sagen darf, mich so überwältigt haben, bin ich der Meinung, dass unser verstorbener Franz Greis, der Vorsitzende der Chörsektion, heute gerne hier wäre und heute hier mit uns feiern würde. Und ich glaube, oben, wo er ist, wird er heute mit den Engelschören einstimmen und euch allen alles Gute zum 40. Bestehen, zum 40. Geburtstag wünschen. Unsere Vizevorsitzende, Frau Christina Fodi, wird nun die Ehrenurkunde verlesen und im Namen unseres Vorsitzenden diese Ehrenurkunde an Herrn Franz Neubrand übergeben. Gratulieren wir Ihnen recht herzlich anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Gemischtchores. Wir danken Ihnen für Ihre langjährige aufopferungsvolle Tätigkeit im Bereich ungarndeutscher Liedkultur und wünschen Ihnen weitere schöne Erfolge. Alles Gute wünschen. Thank you.
Fehérváry Helyközközi Egyesület nevében sok sikert kívánok az elkövetkezendőjében. Mindig Máté Péter számai teszek, hogy zene nélkül mit élek én. Hát nem tudom, az emberek úgy vannak vele, hogy zene nélkül talán nem is tudnak élni. Legalábbis persze, akik itt vannak, azok tudják, hogy a muzsika, a zene az emberben tartja a lelket, dopingolja, ha úgy tetszik, életet erősít, energiát ad, örömet, nekünk rettentő sok élményt ad ez a 40 év. És ezt köszönöm az itt élőknek, az itt előttem lévőknek. Most így mindannyiuknak szeretném megköszönni egyben, és a végén még egyszer megteszem, de akkor egy kicsit másképp. Köszönöm a tánccsoportnak, hogy itt voltak és ünnepeltek a kórus 40 éves jubileumát, hogy itt voltak a Gátas Józsi, Pál Zoli, tőle meglepetés kis csapat a kórus tagokkal, hihetetlen, tényleg nagyon szép volt Erzsike. Komolyan mondom, nem tudom, kinek az ötletem volt, de szerintem a terjéket, Piroskát úgy megleptétek vele, ahogy csak embert meg lehet lepni. Köszönet a Puhol zenekaroknak, akik ma, mint máskor is, kitettek magukat ezzel a pár számmal. Bemutatták azt, hogy igenis nagyon szépen tudnak muzsikálni, a kórusnak meg különösen nagyon szépen adták elő, meg önöknek is ezt a mai rövid műsorukat, de megtiszteltük a kórus 40 éves évfordulóját azzal, hogy eljöttek és köszöntötték.
köszöntötték civil szervezeteink is a kórusra 40 éves jubileum alkalmából, és még fogják sokan köszönteni az elkövetkezendő időben. Biztos vagyok, hogy nem zárul ez a mai köszöntő a mai nappal. Eddig egy pár napig el fog tartani. Én ilyenkor azt szoktam tenni, ugye bizonyára emlékeznek, akik itt vannak ilyen koncerteken, hogy azoknak a egyként kiemelkedő személynek megköszönöm egy-egy csokor virággal, egy üveg italval ezt a munkát. Mindenkinek nem tudom megköszönni, de most a végén megpróbálom. Mindenek előtt engedjék meg, hogy egy csokor virággal megköszönjem én is meg a Piroskának ezt a munkáját. Összes ügyeit intézőnek a
zenekarnak a koordinátora és egyben Barok Gyula. Most azért említem őt, mert holnap lesz 75 éves. Csak azért bocsájtom meg ezt, mert 24 éve lesz, hogy együtt dolgozunk az önkormányzatban. Ő mindenkinek megköszönte, akinek illet megköszönni. Én még egyszer megköszönöm önöknek, hogy ilyen szép számmal megtiszteltek bennünket. Köszönetet szeretnék mondani az önkormányzatnak, akik az elmúlt évtizedek során anyagilag úgy támogattak bennünket, hogy a térségbe azt hiszem nincs anyagja, nekünk nincs anyagi gondunk, soha. Soha nem is volt, most sincs, mert nagyvonalúan támogatják, és a kórus igyekszik ennek valahol ezt viszonozni. Viszonozni egy újévi koncerten, egy anyáknapi koncerten, a Szent Iváni nap alkalmával adott koncerten, vagy most nem sokára a adventi koncerten. Tehát van sok koncertünk, amikor igyekszünk valamelyest meghálálni azt a támogatást, azt az önzetlen segítséget, amit az önkormányzattól és a polgármester úrtól személyesen is kapunk. Ami a személyes dolgokat illeti, amíg dolgoztam, azt mondták, hogy én egy megszállott munkamániás vagyok. Ez most az utóbbi 24 évben is szerintem mániára változott. Én úgy vagyok vele, hogy a munka az engem sose nem bántott, az sose nem volt egy teher, szívesen csináltam, és amikor a falóért tehetek valamit, azt pedig nagy lelkesedéssel csinálom. Erzsi a feleségem időnként leint, hogy kell egy kis áramszünet, de Istenem, 75 év után az ember újra fiatal lesz, és újra terővel lehet ezt a dolgot csinálni. Még egyszer köszönöm szépen, és elnézést a esetleges személyes megjegyzéseket. Már mindenáról le akar dönteni. De egy nagyon fontos dolgot szeretnék mutatni és mondani is. Krisztián Pál önkormányzata első léptel az előtti tesztőr külülésén úgy döntött, hogy a 40 éves jubileum alkalmából díjazni szeretné kicsit extra módon azt a munkát, amit a kórus a községnek
az országban különböző településeket ad, és úgy döntöttek akkor a testületi ülésen, hogy anyagilag támogatják a kórust. Ennyivel. Én megvárom, hogy melyik mondja azt, hogy már kilukadt az oldalat, inkább megfordulok nekem. Ki magam, mert így is van rajta vételi. Piroska, most jön! Én most egész más megvilágításból szeretném a polgármester úrnak megköszönni. Azt a sok minden, ami nem mindig anyagi, nem minden az anyagi. Nagyon köszönjük. De olyan nagyon ritka polgármester, aki az ország bármelyik részébe ahova tud, elköszön minket, még úgy is, hogy mi nem is számítunk rá, egyszer csak ott van. És lehet Vátaszéken, lehet Sopronba, vagy a másik határszélen. Ez nagyon ritka dolog, mert elég sokat kerülünk az országba, bármerre, faluba. De a polgármesterünknek a jó indulatát, érdeklődését, ezt szeretünk most megköszönni. Közelebb áll az igazsághoz, és hogyha mondom, nem ott távozom, és nem ebben a pozícióban leszek, akkor is ugyanúgy fogom ezt a kórust kísérni és látogatni, mint eddig, és nem azért, mert nem vagyok polgármester, hanem azért, mert több időt múlva már, hogy ott legyek mellett. Reméljük, hogy az 50 éves évforduló is itt lesz.